ebben kockában semmi olyan nincs, amit ne csináltak volna meg 200 éve, vagy akár 500 éve, vagy 1000 évvel ezelőtt. Egy vonzalomból született, azt hiszem, ami bennem volt, ami az egyszerűség és a bonyolultság egyidejű jelenlétét ismerte föl a világban, és ami engem roppantul csapdába ejtett. A 70-es évek állóvizében hallatlanul üdítő volt, hogy valaki kitalált valami. Egy ember. Csak úgy előállt valamivel. Érdemes-e megpróbálnunk kirakni a Rubik kockát a 21. században? Az intuitív válaszom nyilvánvalóan az, hogy igen, érdemes. Egyébként pedig hát attól függ. Ha az egyetlen fokmérőnk az eredményesség és a megoldás hatékonyság, akkor nem biztos, hogy érdemes. De ha számításba vesszük, hogy a kultúrának vannak olyan aspektusai, amelyek kibújnak az optimalizációs logika alól, ha számít a történet, a ráérős keresgélés, a jelenlét és a játék öröme, akkor határozottan igen. A Rubik kocka az messze nem csak a megoldásáról szól, de az elidőzésről, az elmélyülésről, adott esetben a bosszankodásról és az ábrándozásról is. És azt kívánom, hogy ezeknek a lehetőségét őrizze meg számunkra a jövőben is. Ez a nagy varázslat, amit a nagy Rubik kocka elért, hogy sok 10 millió gyerek meg rájött arra, hogy ennek haszna lehet, hogy tanul 2 napot. Nagyon ritkán fordul elő, hogy az ember a kezébe egy univerzumot tart.